Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tarka Fesztivál Bonyhádon 700 ember főzőcskézett egyszerre a második napon. Retro korszakot idéztek meg Tolnán, népszerű volt a civileknek szervezett divat bemutató. Különleges rendőr flashmob, nem minden nap élményben lehetett részük a szexárdiaknak. Közel 40 csapat főzött és sütött, hatalmas sikere volt a már hagyományos regény versenynek. Bonyhád országszerte híres rendezvényére, a 21. Tarka Fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak. A számos remek program között a főzőverseny volt az egyik legnépszerűbb, 700 ember vett rajta részt, és készítették el ételeiket változatos módon. Tárcsán sülnek a finom húsok Bonyhádon a Tarka Fesztiválon. De nem csak ilyen módon készítették ezen a napon a marhát, voltak, akik pörköltnek, ragunak vagy akár gulyásnak főzték meg bográcsban. A rendezvény második napján délután minden korábbinál többen 700-an vettek részt a főzőcskén. Nem csak a településről, hanem az ország távolabbi részeiről is érkeztek vendégek. Nálunk egy babgulyás, ott mindig egy pörkölt alapból indul, és akkor vagy egy pörköltből, és utána egy bableves össze van öntve. Most ugyanúgy csináltuk egy marha pörkölt, fölhigítva, és akkor belekerült a zöldség, illetve a bab. És így készült el, régi, hagyományos fűszerezettséggel, semmi extra nincs benne, aki szereti tejföllel, egy szelet kenyérrel szerintem ideális. A főzőversenyen 60-an indultak, még Bonyhád testvérvárosából, Madéfalváról is érkeztek nevezők. Nekünk a Bonyhád egy részével közös történelmünk van, hiszen ugye a madéfalvi veszedelem után Bukovinában menekült székelyeket telepítették ide, úgyhogy nekünk tényleg testvéri kapcsolatunk van az itteni közösséggel. Persze ettől függetlenül, hogy kinek mi a származás, akik a felmenői, mindenkivel jó kapcsolatot ápolunk, és évente kétszer-háromszor járunk egymáshoz, úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy nagyon aktív kapcsolat van a bonyhádi önkormányzattal, részt veszünk egymás ünnepein. A második napon is nagy tömegek voltak kíváncsiak a fesztivál programjaira. A főzőcskébe soha nem látott létszámmal jelentkeztek a csapatok, egyszerre közel 700-an főztek, én erre nagyon büszke vagyok, mert nem csak baráti társaságú családok neveztek be idén, hanem több cég is a dolgozóival közösen együtt egy ilyen csapatépítésként vesz részt ezen a fesztiválon. A fesztivál nevéhez híven egy nagyon tarka forgatagban vehettek részt az odalátogatók, finom ételeket ehettek és hangulatos koncerteket hallgathattak meg. Az este fénypontjaként pedig Molnár Ferenc karamell lépett fel. Kiégett egy családi ház tetőszerkezete Szekszárdon a Remete kápolnától nem messze vasárnap reggel. Az ingatlanban épp nem tartózkodott senki, ennek köszönhető, hogy nem történt tragédia. A lángokat szekszárdi tűzoltók fékezték meg, az épület viszont lakhatatlanná vált. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és a vízszállítóval vonultak. A tűzoltók légzésvédelem mellett három vízsugárral és kézi szerszámok segítségével oltották el a tüzet. Az ingatlan lakhatatlanná vált, ezért az ott élő személyek lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonokhoz költöztek. Dunaföldvár közelében pedig egy kamion gyulladt ki hétfőn délelőtt az M6-os autópályán. A hatalmas járműnek a rakománya kapott lángra. Az út érintett szakaszát a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták. A forgalmat a 83-as kilométer szelvény közelében leterelték a 6-os útra. Talpig retróban címmel rendezett könnyed péntekesti mulatságot a Tolnai Kulturális Központ. A helyi magház és a játszóház közötti téren szervezett esemény része volt az akkori idők ruháinak megidézése is. Tudom, ha egyszer átölel. Talpig retróban címmel rendezett könnyed péntekesti programot a Tolnai Kulturális Központ. A retró alatt gyakorlatilag a II. Világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értjük. Nagyon sokan elővettük a pöttyöst, a retró ruhánkat, és nagyon jól érezzük így magunkat, a fiatalságunkat kicsit előhozza. Ez a retró ruha, meg ez a, hogy összeülünk és dumálunk egy kicsit, lehet, hogy még lesz egy kis táncolás, vagy egy kicsit itt éneklünk a fellépő énekesekkel együtt, és igyekszünk nagyon-nagyon jól érezni magunkat, és még egyszer megélni ezt a retro korszakot. A korszak hagyományosan vett öltözeteire jellemző a funkcionalitás, az egyszerű vonalvezetés és a praktikusság. Emellett a korszak kedvelte az élénkebb színeket és mintákat. Sokaknak a résztvevők között a fiatalságukat hozta vissza az esemény,
és a ruhák nagyrészt a fiatalkori, régóta kincsként őrzött darabok a szekrények mélyéről kerültek ki. Nekem a 80-as években voltam én nagyon fiatal, és azt az életérzést szeretném itt egy picit, ha visszajönne az est folyamán. Remélem, hogy visszajön. Hatalmasokat szoktunk bulizni, rengeteg diszkó, szinte minden hétvégén diszkóba jártunk, úgyhogy egy picit ezt a hangulatot szeretnénk visszaidézni. Remélem, sikerülni fog. A péntek délután 6-kor kezdődött rendezvény elején szinte csak a nyugdíjas korosztály képviseltette magát, mégpedig elsősorban a vándorló szépkorúak baráti köre népes tagsága révén. Ám ahogy telt az idő, egyre több a középkorosztályhoz tartozó érdeklődő jelent meg. A hangulatot fokozta a remek Málinger Ivett, Kovács Gergő duó retro dallamai. Már ekkor is kitűnő volt a hangulat, amit Csuka Feri retro diszkója csak fokozott. A nyugdíjasok és a 20 évesek is együtt élvezték a zenét. A helyi zenekarok is jelezték, hogy ők is nagyon szívesen bekapcsolódnának a város kulturális életében, és ezért úgy gondoltuk, hogy ha őnekik szabad kapacitásuk van, akkor miért ne velük bonyolítsunk le egy-egy közös rendezvényt. És most éppen az Ereklik Szól zenekar jelezte, hogy ők nagyon szívesen jönnének egy nyárzáró partit megtartani, és akkor elmegyünk még a Hősök terére, és ott lezárjuk a nyarat. A buli végén sokan haza sem akartak menni, így a múlt idéző esemény sikeresen zárult. Tilosfürdeni faddombori strandjain, a vízben ugyanis a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei emberre fertőző baktériumokat találtak. A hatóság közleményében azt írja, idézem, a szükséges intézkedések, a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak. Az átmeneti tilalom a vízminőség helyreállításával egyidejileg haladéktalanul visszavonásra kerül, vagyis egyelőre nem tudni, mikor fürödhetünk ismét domboriban. Különleges flashmobot, vagyis úgynevezett villámcsődületet láthattak vasárnap azok, akik ellátogattak a Szekszárdi Béla király térre. Ott ugyanis a készenléti rendőrség idén 100 éves zenekara fogadta a templomból érkezőket. A nem mindennapi attrakció egy keddi ingyenes koncert beharangozója is volt egyben. Egyedül ez van ismételve. Egy utolsó egyeztetés a Szekszárdi Béla király téren, a templom előtti területen, míg odabent a vasárnapi mise zajlott, a készenléti rendőrség zenekarának tagjai készültek rögtönzött előadásra. A cél az volt, hogy a szertartásról kiérkező helyieket lepjék meg egy nagyjából 15 percen át tartó muzsikálással. Aztán a terveknek megfelelően, ahogy a hívek kiléptek a templomkapun, fúvószene fogadta őket. Sokan előbb rácsodálkoztak, majd a legtöbben mosolyjal az arcukon hallgatták a nem mindennapi produkciót. Hát nagyon szimpatikus, nekem nagyon tetszik. Egyébként is szeretem a fúvószenekart is. Igen, köszönöm, örülök neki. A misén ülők között voltak, akik a beszűrődő zajokból sejtették, hogy kint meglepetés várja őket. Nagyon-nagyon jó érzés volt, mert behallottuk a templomba, hogy itt valami zene van, és én nagyon izgatott voltam, hogy mi lesz itt, mi vár minket, amikor kijön. Nekem nagyon tetszik, és kaptunk meghívót, hogy mindjárt mondom, kedden este 6 órakor itt a Megyeházán hallhatjuk őket ismét. Pontosan ez, vagyis a készenléti rendőrség idén 100 éves zenekarának Szekszárdi koncertje adta a flashmob apropóját. A fúvósok kedden délután 6 órakor a Vármegyháza romkertjében lépnek színpadra, hogy teljesen ingyen szórakoztassák a közönséget. Amin egy 40 fős, abszolút tradicionális, klasszikus fúvószenekari felállásba fogunk itt fellépni. Többnyire magyar indulókat, illetve filmzenéket, illetve operett slágereket fogunk előadni. Két karmesterünk vezetésével, Kelemen Tamás a rezezes úr és dr. Koppányi Zsolt őrnagy úr fog vezényelni. A készenléti rendőrség zenészei tehát szeretettel várnak minden érdeklődőt kedden délután 6 órakor a Szekszárdi Vármegyeházához. Péntektől vasárnapig 1293 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök. Pénteken 365, szombaton 517, vasárnap 398 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron az egyenruhások. Hazánk belső területén 13 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Közel 40 csapat főzött és sütött finomabbnál finomabb ételeket Szombaton Regőben. A településen 14. alkalommal szerveztek amatőr szakácsoknak versenyt. A mostani program az eddigiek közül a legnépszerűbb volt. Csak a buli a lényeg, így van, jól érezzük magunkat. Valóban minden adott volt ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát Regőben Szombaton. A településen közös sütésfőzést rendeztek. Voltak, akik igazi különlegességekkel készültek. Ez a család például kakaspörköltet főzött pulykaherével. Az is lett a neve, hogy szárnyaló tökök. Ezen fantázia néven adtuk le a zsűrinek a mintát. A helyi Antal Zoltán két kategóriában is nevezett a főzőversenyre. Bográcsban főtt és sült étellel is készült. Egy vörös csülök készül grillen, és hagymás krumplival és lila káposztával lesz szállalva. Habpartival is készültek a szervezők a szombati napra, így amíg a felnőttek a finom ételekkel és italokkal voltak elfoglalva, addig a legkisebbek is jól érezhették magukat. Regőben 14. alkalommal szerveztek közös főzést. Három kategóriát indítottunk az idén is. Pörkölt bográcsos kategória, amiben a pörköltek halászlé, tehát ami a bográcsos ételek készültek. Aztán az egyéb kategóriában a tárcsás grillételek, és az idén sikerült egy gyermek kategóriát is kialakítanunk, ugyanis több gyermek jelentkezőnk van, akik nagy-nagy szeretettel főznek. A közös főzést délután jó hangulatú beszélgetés zárt a Regőben. Regionális híreink következnek. 536 cm-en tetőzött a Dráva Barcsnál, elhúzódó helyreállításra számítanak a területen. Távozik a pécsi zöld biztos, a Diana téri fakivágás kiverte a biztosítékot több frakciónál. Az egyszülős központ tábora Alsó Mocsoládon, zenevarázslat Várnagyandreában. cm-en tetőzött a Dráva Barcsnál. Utoljára ehhez hasonló vízállás 9 éve volt. Az árhullám szerencsére lakóingatlanokat, életet nem veszélyeztetett. A teljes levonulás után folytatódik a munka az elöntött területek helyreállításával. A városi kikötőnél is jól látszik, hol tetőzött szerdán délután a Dráva. A polgármester szerint különösebb riadalmat nem okozott a településen az árhullám, hiszen ettől már mértek magasabb értékeket is a városban. Ez már olyan, hogy kijött ide. De az... De akkor még mindig van itt 2 méter. De akkor igazából ez nem rekordmagasság, ami most a Dráva itt tetőzött. 618 a 72-es árvíznek a barcsi rekordja, ez most 536-tal jó, jó közepes. Csütörtökön elkezdődött a lassú apadás is a folyó barcsi szakaszán. Amit a vízügyesek mondtak, a szép lassú apadás elindult, 1-2 centinként fog lejjebb menni a folyónak a vízállása, nagyon erős még a sodrása, és hát várjuk majd a hétvégét, amikor már talán látványosan lehet látni, hogy csökken a vízszint. Víz alá került ugyanakkor a város 9 kilométeres kerékpár útjának szinte teljes egésze is, és a település szabad strandja is víz alatt van. Nem mertük tovább megközelíteni, vagy mélyebben lévő területen megközelíteni az árteret itt a barcsi Szabadstrandon, de itt is jól látszik, hogy néhány métert követően már 20 centi magasan áll a víz, és a szakemberek szerint a lassú levonulás azt is jelentheti, hogy még bizony hetekig állhat a víz ezen a területen, így a városi programokat, amelyek augusztus 26-án lettek volna itt megtartva, el is halasztották. A Dráva tetőzése a somogyi szakaszokon már lecsengett, és megkezdődött a lassú apadás, amely után megkezdődhet majd a helyreállítás az árvíz sújtott a területeken. Úgy tűnik, a szövetségeseknek is sok volt a pécsi Diana téri fakivágás. Az LMP közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy a történtek miatt lemond a városi zöldbiztosi posztjáról képviselőjük Kóbor József. A civilek tiltakozásának semmi bevételét, a liget elpusztítását más frakció kísérelmezik.
Így nézett ki a Diana téri piac hétfőn. Ma már a pusztítás utáni képeket látják csak az erre járók, a megmaradt tuskókat. 40 éves fákból álló ligetet vágtak itt ki, hogy egy piac csarnokot húzzanak fel a helyén Pécs kertvárosi részében. A fakivágás ellen hiába tiltakoztak a civilek, a városvezetés engedte a munkálatokat. A Tiszta Kezek frakció tagjai sérelmezik, hogy nem történt társadalmi párbeszéd a fakivágásokkal kapcsolatban itt a Diana téren. Ugye a helyzet az meg romlott annyival, hogy a városvezetés a civilek tiltakozása ellenére mégis megkezdte a fák kivágását itt a piac területén. És 2019-ben egy civil jelölőszervezet képviselőjelöltjei voltunk mindannyian, akik most jelenleg a városvezetésben ülünk. És én úgy gondolom, hogy nem olyan szép dolog figyelmen kívül hagyni ugye a civilek véleményét vagy kérését. Szerintem kellett volna egyeztetni velük, vagy valami közös megegyezésre jutni. Ez a véleménye a pécsi városházi frakciónak. A jobboldali koalíció is elítéli az ügyet, megemlítve azt is, hogy az eset után lemondott a város zöld biztosa, az LMP-s Kóbor József. Jelzésértékű számunkra az, hogy a zöld biztosunk, illetve a mostani vezető baloldali városvezetésnek az őrbiztosa is lemondott az elmúlt napokban. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel az ügyel összefüggésben, ugye Kóbor képviselőtárs, tudnillik, mi a Pécsi KNDMP is csatlakozik ahhoz a polgári oldali állásponthoz, hogy ez nem volt kellőképpen előkészítve, koncepciótlan, szerintünk nem így kellett volna megcsinálni. Kamarás Péter azt mondja, nem hiszi, hogy fákat kell kivágni ahhoz, hogy meg lehessen újítani egy piacot. Építeni bármit lehet, egy fél év alatt föl lehet építeni egy tizemetest. Egy fát, ha egyszer kivágunk, 40 év múlva lesz belőle újra fa. Ugye ők kiadtak egy vagy megjelent a baloldali sajtóban, hogy ők most itt parkosítani fognak, és elültetnek X fát. 40 év múlva fogjuk látni, hogy valóban parkos, hogy mi lesz azokból a fákból, stb. Tehát valójában itt egy visszacsinálhatatlan dolgot műveltek ők, inkább ez az, ami kivert a biztosítékot. Kerestük az ügyben a lemondott zöld biztost is, azonban Kóbor Józsefet eddig nem értük el. Augusztus 6-a és 11-e között Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész vezetésével zenei művészeti tábor szerveztek. A tábor kimondottan az egyszülős családok számára jött létre Alsómo családon. Ez a lehetőség az egyszülős központ szervezésében valósulhatott meg, ahol a gyermekek szüleikkel együtt kapcsolódhattak ki a zene segítségével. Zenei művészeti tábort szervezett az egyszülős központ már második alkalommal Alsómo családon. Ezen olyan családok vettek részt, ahol csak egy szülő neveli a gyermeket, gyermekeket. Magyarországon ma körülbelül 300 ezer olyan család él, ahonnan vagy az édesapa, vagy az édesanyja hiányzik. Ez az egyszülős központ azért jött létre, hogy ezeknek a családoknak nyújtson támogatást. Több mint 500 000 gyerekről beszélünk, akik egyszülős családban élnek, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hiszen nagyon sokan vannak ezek a gyerekek, ezek a családok, és nagyon sokan olyan élethelyzetben vannak, ahol bizony nagy szükség van arra, hogy valamilyen célzott és kifejezetten nekik szóló támogatást kapjanak. Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Zenevarázslat mozgalom alapítója. A művész küldetésének kiemelt célja, hogy minél több gyermekhez közel hozza a klasszikus zenét, megismertetve és megszerettetve annak szépségeit és értékeit. Ez a zenevarázslat tábor itt Alsómo családon, és most már másodszorra kerül megrendezésre az egyszülős központ szervezésében, és nagyon nagy boldogság, hogy ismét a zenével hidakat építhetünk egymáshoz, és átbeszéljük a zenetörténet korszakait, nagyon sokat muzsikálunk, rajzolunk, és a társművészeteket így segítségül hívjuk, hogy minél többet tudjanak a gyerekek egy kicsikét befelé figyelni, és a lelküket megmutatni a művészet által. A táborban a számos program során a gyerekek segítségére volt Várnagy Andrea mellett Barapás Árpád is. Az Erkel Ferenc díjas zeneszerző és művésznő játékosan, tematikusan dolgozták fel a gyerekekkel a zenetörténeti korszakokat. Nekünk ebben már azt hiszem, hogy van gyakorlatunk a Várnagy Andival, mert nem is tudom már megszámolni, hogy hányadik ilyen hasonló előadást tartjuk, és már annyira összeszoktunk, hogy improvizálni tudunk, tehát hogy interaktív a dolog, és akkor akárki akármit kérdezhet, most már szerintem nem tud olyat kérdezni, amire ne tudnánk a választ.
Az ötnapos tábor egy közös estel zárult, ahol a gyerekek és szüleik együtt mutattak be műsort a héten tanult dalokban. A záróest folyamán tábortűz és közös éneklés mellett búcsúztatták a tábor résztvevőit. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Tarka Fesztivál Bonyhádon 700 ember főzőcskézett egyszerre a második napon. Retro korszakot idéztek meg Tolnán, népszerű volt a civileknek szervezett divat bemutató. Különleges rendőr flashmob, nem mindennapi élményben lehetett részük a szexárdiaknak. Közel 40 csapat főzött és sütött, hatalmas sikere volt a már hagyományos regény versenynek. Kedden tovább fokozódik a hőség, délután gomoly felhősödésre lehet számítani, majd este zivatar is kialakulhat. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!